Az ágyi poloskák nálunk egyelőre nem okoznak akkora problémát, mint Párizsban vagy Athénban, de nem árt az elővigyázatosság. Ezek az apró, vérrel táplálkozó rovarok a nappali órákban a bútorok és a szövetek ráncaiban és hasadékaiban bújnak meg, sötétedés után pedig előjönnek, hogy megkeressék a táplálékukat, melyek emberek vagy házi állatok is lehetnek. A bőrgyógyász elmondása szerint az ágyi poloska okozta csípések nagyon viszketnek, a betegek általában kivakarják a sebeket és bakteriálisan felülfertőződhetnek. Főleg a végtagokon és a háton jellemző a csípés, nincs ellene semmiféle, a szúnyogriasztóhoz hasonló megoldás. Mindenkinél leírtottak ezek a szakemberek, de mondom, sajnos hatástalan, mert nincsenek értelme, ugyanúgy vannak bogarak. Tegnap megint kidobtuk az ágyunkat, rengeteg felvételt tudnék mutatni. Szó szerint fészkek voltak az ágyba. Ez a szolnoki család nem bírja kiírtani, pedig még az ágyat is elégették. Ez az ágyi poloska panasz, ez már hosszú évek óta tart tudomásom szerint, így a lakók elmondása után. Én februárban költöztem ide a gyerekeimmel, és hát hónapok múlva, 4-5 hónap múlva kezdődött el nálunk is ez a panasz. A mi lakásunk egy teljesen felújított lakás volt, ez egy önkormányzat által bérelt lakás. Semmi nyoma nem volt, de amikor jöttek a csípések, meg a nyomok, akkor kezdtünk el gyanakodni. Utána is néztünk, hogy mi is ez a probléma, és tessék elképzelni, hogy ágyi poloskákat találtunk szinte mindenhol az ágyban. Már 2 ágyat dobtunk ki, sajnos a gyerekek a földön fekszenek, ott alszunk mindnyájan. Ki kellett dobnunk az ágyat, voltak nálunk írtók számtalanszor. Már a szolnoki ANTS-hez is hozzáfordultunk, akik hivatalból rendeltek ki hozzánk írtókat, de sajnos hatástalannak minősült, mert ugyanúgy jelen vannak ezek a bogarak. Nem csak én, az én családom panaszkodik erre, hanem a lépcsőházban többen is. Nagyon sokan mondják, hogy jelen van náluk ez a dolog. Sőt, még a lépcsőházban is, a lépcső szélén is meg lehet őket találni, meg tudom mutatni. Ellenük a legjobb fegyver a magasabb hőmérsékleten való mosás. Szakértők szerint 60 fokon már mind az állatok, mind a petéik elpusztulnak. 40 fokon azonban csak a poloskák, valamint a tojásaik 25%-a. Forró, gőzölő vasalóval is át lehet vasalni a kárpit bútorokat, mert a gőz a petéket is elpusztítja.